Szerintem az a baj, hogy kínai a HDMI, ézzétok, splitteretek, és nem veszi észre, hogy eljön bele. Megsértettem, hogy kínai, ronda kínai HDMI splitter. Nem. Az is splitteren keresztül megy. Na. Marad, szerintem egy képernyő marad. Én biztos, hogy az hardware probléma. És nyomunk egy reset? Én nem értek hozzá, bölcsőszor. Itt akkor... Jöttük a kár. Most már is jár. Jó, hát most már FT mégse lesz. De lehet, hogy a hang jönni fog onnan, és akkor a hang jó lesz. Hangban kép nincs. Maradunk egy téménél, jó? Na, arra kért az MP, hogy egyrészt csináljak egy ilyen összefoglalót, hogy mi is az, ami most történik, mert hogy jöttek új emberek. Szóval ez itt egy úgynevezett demo show, ahol demo színalkotásokat vetítünk. Sajnos, aki most érkezett, az már csak C64-re kiadott alkotásokat fog látni, de a rövid tömör lényeg az annyi, hogy ezek számítógépre írt műalkotások, amik olyan futtatható alkalmazások, amik valós időben generálják mind az általunk látott grafikát, mind az általunk hallott audio effekteket. És ugye ma egy ilyen kicsit összefoglaló jellegű demósót tartunk 2019 vagy 2020 eleje. Viszont Magyarországon a 2019-es év demo, tehát C64 demo szene szinten szerintem egy az egyben a Letargiról szólt. Ilyen kvázi, mint Phoenix feltámadtak és újra nagyon nagy lendületben vannak és rilizeltek dolgokat. Úgyhogy első körben az ő idei funkciós rilizeket fogjuk megmutatni, ami bármát néve hallgat. Nagyon rossz, hogy nem látok sötétbe semmit, de azért megpróbáljuk. Na, ezt felejtsük el. Ő az első a futtatható állomány, ugye? Kell a vesző egy? De azt nem tudod, hogy mit jelent, csak szeretnéd van mögé beírni. Címre töltöd, vagy nem címre töltöd? Nem tudom. Na, és tudtad? És ott mit kellett, hogy mondjam még 64-et van? Szóval én C64-nek vannak ilyen szépségei, én ma nem készültem szénnél túl magam. Ez egy Vadódi emulát SD kártyás 1541 egység. 36-os rendelés közben, én meg elindítom a demót. Thank you.
átélni, mondom én. És rezetel is, mert a jó fej. Van olyan szerencsék egyébként, hogy itt ül az egyik kóder közöttünk, úgyhogy most kettő is. Ja igen, a kettő is. Na, igen. Szóval, hogy meséljetek már egy kicsit az újaknak arról, hogy miért érdekes, hogy 2019-ben is C64-re fejlesztő, ugye. Érdekességként elmondom, aztán majd a srácok, akik tényleg értenek is hozzá, majd pontosítok. Szóval ugye ez a hardware 8 bites, nincs egész 1 MHz ugye a processzora, és nyilvánvalóan a sinusos mozgás, ott az a bámpolás, hogy kijelöltetett benne, azt még talán ugye táblából tudhatja, de az összes minden máshol át vagyunk verve. Tehát nincs benne 3D forgatás, nincs benne kocka, nincs benne shaderés, mi mégis ezt láttuk. Szóval a kérdés az, hogy hogy csináljátok ezeket a csodákat, amikre egyébként papíron nem képes a hardware. Isten, lehet, hogy nem én vagyok a megfelelő, mert ezt mindent megválaszolni, de az teljesen biztos, hogy kevesebb, mint 1 MHz. A telefonod az kb. 3 GHz-es, 3000 MHz a jó számom, tehát annyival gyorsabb is. 64 kilobájt memória, ami ennek az érdekessége, ennek a memória, hogy direkt egy fájlról sem csináltuk, tehát ez kevesebb, mint 64 kilobájt. Így van, egybe betöltötte az egészet, a memória többször is fölül van írva, tehát amikor elindul az intro, akkor a memória fele intróval van tele, amikor elindulnak a bátoros részek, akkor már az intrónak nyoma sincs, és így tovább. Szerintem mi volt még a további kérdése? Nem úszod meg ilyen könnyen, szóval, hogy forgattok láthatólag kockát egy olyan hardware, ami nem képes 3D-s forgatásra, hiszen nem tudja kiszámolni ezt. Hogyan veritek át a szemünket? Mi a trükk? Meg a sédelés, tehát az, hogy az árnyékolás, a sédelés, az hogy oldjátok meg? Én el fogok követni itt egy bűnt, de átadom a mikrofon Degónak, aki a másik részét, a bámpos részt csinálta. Miki, hogy készült? Forgatunk 3D kockát, vagy nem forgatunk? Igen, az én telefon. Bocsánat, ekkor szokta benni a gyerekek aludni, azért csörög a telefon, mert a gyerekek tudják, hogy akkor most nincs mese. Az Alcatel egy perces fokozó üzemmódban működik, az Exterminator módban. Itt lényegében úgy van felépítve egy karakterkészlet, hogy 0-tól 255-ig van átmenetünk, és abszolút karakter, kicsit olyan szépen alapú vagy szerű működés az egész. Igen, tehát ebből az iszonyatosan limitált erőforrásból
Meg fogjátok beszélni, szerintem utána ez egy hosszabb beszélgetés lesz. A másik demóban is lesz egy nagyon hasonló, még egy mondat erről, hogy az egésznek az alapja, ez a bankpápos letargi felirat, ez árkon készült, partikó, gyakorlatilag. Onnan indult, és akkor gondoltuk, hogy befejezünk bankszére, és egy jó kis egy pár ötöt. Amit az előbb a srácok elmondta, a Fordítva bölcsészre is, tehát hogy gyakorlatilag arra van szó, hogy ugye most is, amit látok, itt van egy alapvető karakterkészlete annak, ahogy ugye elindul az számítógép, és ők ezt a karakterkészletet dobják ki teljesen a kukába. Ugye a C64 az még egy, most idézőjelben téve mondom, nagyon primitív védelmi szempontokat tekintve, tehát mindent hagy, hogy felbérjen, nem lesz olyan, hogy ezt neked megtiltja az operációs rendszer, és ők ezt a karakterkészletet írták úgy fejbe, gyakorlatilag, hogy kézzel valószínűleg, vagy nagyon okos matematikával kiszámolták, hogy ezek hogyan fognak ilyen szép gradiensesen kinézni, és ezáltal tudták az árnyékolást megoldani. Igen, megpróbálkoztunk véletlenszerű generálással, és képzeld el, hogy sokkal szebb, amikor ezt egy grafikus rajzolják. 256 karakter, 8x8 pixel átmenet, az grafikus rajzolt, az szebb. Szóval egyébként brutál. Mennyi munka van egy ilyen műalkotás elkészítésén? Mint mondtam, ennek az alapja megvolt Arkon. Ez egy partikód és egy hónap a vége. Zenével, grafikával, minden. Na, tehát ilyen az old school kódolás, és akkor most folytatjuk egy másik letargis fronttal. Ugye megint csak szépsége az old school platformoknak, hogy itt ilyenkor így ügyetlenkednem kell itt mindenféle ilyen lemes cserékkel és társaival. De már meg is vagyok. Lesz a 8000-es? Lesz egy címre, baj meg lesz. Már a címre tölt. Na, amíg tölt a demo addig. Sosok, ez zárakos lesz, ugye? Nem láttam ott. A csillagát tolnom nevű. Demo sem. Az lesz, igen, zárok. Tehát a release-nek az a neve, hogy Demolition, és ha hanyadik is lett, akkor nem. Mintha első lett volna, igen. Én még nem nagyon emlékezhetek, mert sajnos barbecue-t sütöttem közben. Most akkor megnézheted. A TRX is barbecue-t sütött. Ez egy fél év munka. Ennek az utómunkát egyébként az utómunkálatok egy részét láttam egyébként ebbe a teremben. A Zorán ott ült annak az asztalnak a végén, és tekerte a színuszokat jobbról balra, meg balról jobbra, miközben itt a Gargaly demós ott tartott. Tehát így, ezzel az esemény sorozata is összefüggésben van valamennyire ennek a demónak a készülése. Thank you.
Thank you.
Nekem egy kérdés fogalmazódott meg a fejembe így, hogy amiket láttam, de nem csak darabok és józan is vagyok, hogy nincsenek egy kicsi Goon Royale beütése? Goon Royale. A koponyák miatt és a zené is nagyon Goon Royale-os. Tényleg nem? Jó, akkor menj haza, HF, menj haza és tegyél meg a Goon Royale-t, az egy Amigás, idei Amigás intro. Mutasd már meg! Nem tudom, mert nincs nálam Amigás. Nem tudtam mindent hozni magamban. Igen? Szeretném tolmácsolni, bátortalanoknak a igen? Péter, szeretném tolmácsolni a új, tehát a bátortalan felszólalóknak, úgyhogy nem ők a szószólójuk. Péter Reykjavikból repült idő, lássam ilyesmiket. És nekezzel, és azt kérdezte, hogy meg lehet-e ilyesmiből élni, hogy a régi gépekre programoznak emberek, és ugye megbeszéltük, hogy nincs-e hülye kérdés a buliánél. Magdi pedig azt kérdezte, hogy neki emlékei vannak a Mercenary nevű játékról, az is ilyen hasonló látványvilágot tudott, és hogy ezt a, ugye a hardware változatlan, hogy ezt a kódolási színvonalat meg tudták-e csinálni annak idején a 80-ban, hogy mi változott azóta? Na most nem jó ember kezébe adtad a mikrofont, tehát elmondom, tehát az én C64 kódolási képességem az az, hogy két éve, hanem három éve nyáron, amikor az akkori munkahelyemben nagyon tele volt a tököm Big Datával, akkor egy sprite-ot úgy, hogy néha morfolta magát 8-as alakban tudtam mozgatni a képernyőn, úgyhogy valami szakértőmnek átadnám ezt. Jó, az első kérdés az volt, hogy meg lehet-e élni belőle, a válasz 99,9%-ban nem, de csak azért ennyi, mert ismerek egy embert, aki igenis retro kódolásból él, retro számítógépeken játék, van ilyen is, és megél belőle. Van ilyen is, de alapvetően nem. Mindenki, aki ezzel bármit is foglalkozik, az hobbiból csinálja, azért mert szeretjük, azért mert kihívást találunk benne, és azért mert valahol ez egy érdekesség, és egy gyakorlatilag egy egyedi dolog. Gyakorlatilag csak ennyi a gép szeretete. Sokkal jobban, sokkal hardware közeli programozást lehet csinálni, mint egy PC manapság, és pont ez a jó benne. Gyakorlatilag a teljes kontrollt át tudjuk venni. Nincs Windows, nincs DOS, nincs semmi, hanem csak bájtok egymást után, és ezek így lefutnak, és itt ilyen dolog jön ki belőle, 6 hónap munkája után. Az úgy van, hogy az ember el akar menni máshova dolgozni, és beadja az egyetlen idő oda, és hogyha csak behívja az egyik céghez, a titkárnőt behívja, hogy az ügyvezető úgy szeretne beszélni velem. Jó, mondom, mert ez így fognak programozni, láttam már óriás plakáton mondani a cégkultúr programozni, tehát láttam, az ügyvezető hívja be, hogy azt még nem. És akkor bementem, várom, hogy csak jöttem az ügyvezetőről beszélni, mondja, mindjárt jön az ügyvezető. Egy nagy darab csávos, így üvöltöz felé, hogy szavaz, bazd meg, 20 éve nem láttalak. És mondom, jó, 25 inkább. Tehát arra jó, hogy aki ilyen, egy ilyet össze tud hozni, az valószínűleg nem fog megijedni semmi más van. Nem igen lehet a dolog mutatni, de ne tudna egy kis googlizás, meg stack-ugat az után bármit megcsinálni. Tehát aki tudja, hogy hány bitra egy bányban, meg hogy hogyan kell kirakni egy olyan szint a triatlon, ami egyébként nem is létezik, az valószínűleg használható ember. Ez. Egyébként a Mercenary az jó kérdés, az volt Krusztényra is, az grafikus képernyőn futott, és ilyen outline-os volt, tehát csak ott, és az biztos figyeltem, hogy amikor több objektum van a képen, mondjuk úgy bárhá mobadill elé, és annak volt szeme, meg mindene, ugye nagyon kevés vonalból állt, de amikor több volt, meg láttad az űrhajódat, akkor ugye átmesz ilyen több frémesbe, ilyen kis összegösbe, azért, mert azt a pár vonalat ki kell rajzolni, az rendesen vonalmúzásra ki lehet rajzolva a grafikus képernyőre mindig. Tehát az olyan volt. Mostanában, de hát tulajdonképpen nem mozog mindig is, hanem játékok is olyanok voltak a legtöbb, ami nem ilyen full 3D-s, hogy karakter terveztünk el. Már az is jól lesz, hogy kiraksz egy karaktert, tervezd vele a képen, hogy rajzolsz vele valamit, és abban az egy karakter, hogy animálsz valamit, és akkor összes úgy csinál, az tök jól néz ki. És csak egy karakter tiszteltál meg, a nagyon kevés adat. Szóval ezeket a trükköket használtak játékokban is egyébként nagyjából. Köszi. Volt még egy kérdés arról, hogy mennyiben változott ez a dolog, és miben újult meg. Ez a demo, amit láttatok, ez az Airbus 2 demo, meg az összes több is, ami kódolhat, hogy ilyen fut, az
Gyakorlatilag elfut az eredeti 1982-es gépen is, sebességben nincs különbség. Gyakorlatilag ugyanazt tudja, nagyon-nagyon apró kis különbségek vannak, mivel változtattak rajta, egy kicsit újítottak, összevonták, frissítették a hardware-t, de gyakorlatilag sebességben ugyanazt tudja, mint egy 1982-es gép. Ami akkoriban a tervezők által messze-messze nem volt elképzelve, vagy nem volt elképzelhető, hogy gyakorlatilag mi mindent is fog tudni. Ez változik, folyamatosan változik. Gyakorlatilag az elmúlt évben, az elmúlt években is újabb és újabb technikák és dolgok jönnek elő. Kitalálnak olyan dolgokat, olyan trükköket, amikről senki nem tudott, főleg nem a gép tervezői eredetinek. Tehát gyakorlatilag teljesen elszállt már az eredeti hardware-től és az akkor elképzelt lehetőségeitől. Az, amit én akartam mondani, az, hogy csináltunk egy mondjuk PC-re 250 byte intro-t, és amit ez a zenét csináltam, egy létező zenét, és kitaláltam, hogy hogyan fogjuk letömöríteni, és volt egy csomó paraméter, hogy lehetett tekerni. És a tömörítést úgy írtam meg, pontosan írtam rá egy olyan programot, ami végigjátszott az összes lehetséges variációt, ami 300 félék, hogy milyen tömörítési paraméterekkel lesz a legjobb. De azt mondom, hogy valószínűleg olyan dolgok vannak, amit a gépen kívül csinálsz, tudsz hatalmas erőforrásokat, számolási dolgot ráfordítani arra, hogy megcsináld a produktot. Régen magán a C60-en ilyen csináltuk a dolgot, és mert nem volt számítási kapacitás, amivel esetleg kiszámoltam a 200-280 fajta tömörítésből, hogy melyik a legjobb. Ki kellett találnom, vagy megcsinálni egyet, ennyi, megcsinálni még egyet, ennyi, az elmegy nem sok hány nap. Hiszen megcsináltam két nap alatt azt, hogy kiszámolja az összeset, és akkor ki tudtam választani egy szép kis listából, hogy melyik a legjobb. Tehát a külső eszközök az a hatalmas segítség ilyen trükköknek a készítésében. Bocsánat, még ez hozzá kell szólnom nekem is, szóval ezen az utolsó demóban például a koponyás részben gyakorlatilag saját túlt írtunk, tehát PC-n készült az egész demo, meg az elő az az eredeti is, tehát gyakorlatilag C60 ilyet csak akkor látjuk, amikor teszteltük valódi hardware-et és valódi floppy. Egyébként pedig Windows alatt készült az egész. A maga a koponyás rész, az animációkra külön programot fejlesztettünk, egy 32 fázisból álló balra-jobbra forduló animáció van bent, és a mozgás, a fölle, XY és Z mozgás, az pedig egy erre készült külön programmal lett leanimálva, hogy gyakorlatilag a végén egy 82-es hardware le tudja ezt játszani. Így van, ezt régebben nem sikerült volna. Mai technikákkal sokkal többet tudunk kihozni az akkori gépekből is. Tehát okosabb lett a commodity, meg tehát a lehetőség is kitágultak, de nem azért, mert a hardware változott, hanem azért, hogy tudunk olyan cross-platform túlokat használni, aztán akkor jól szummázom ezt a dolgot, amik ugye régen nem álltak rendelkezésre. Még egy érdekesség a megélés fronton, hogy ugye maga a szoftveres részéből megélni tényleg egy ilyen nagyon-nagyon nincs, tehát a nincség kívül nem tudok, de azért ismerünk olyan embereket, de ők is egyébként nagyon kevés, az ismerünk olyan embereket, akik viszont hardware elemeket gyártanak ehhez, tehát például ugye itt is van egy ugye floppy emulátor, tehát ugye most nem hoztam magammal lemezeket, scandublerek, egyéb más dolgok, tehát hogy új alaplapok fejlesztés, olyan régi csipeket be tud tenni, és a régi lötyögős alaplapot kontakthibáinktól összevegye. Tehát azért vannak ilyenek, de ezt is mondjuk csinálja 5 ember egész Európában, hogy ilyen kütyükkel vagy professzionálisan foglalkozik. Mindenki másnak ez tényleg csak a hobbi. Mivel nagyon közeledik a 9 óra, én egyébként nagyon örülök, hogy ennyit beszélgetünk, meg hogy ennyi dolog följön. Én már csak egy demót játszanék le, ez a szintén AirSync partim ment le, úgyhogy a mai estét én ennyivel zárnám, ez is egy tök jó demó. Nyilván a magyar srácokkal nem veszik fel a fervezet, de hát ugye, hogy haza is beszéljek. Én nagyon tényleg mindenkinek köszönöm, hogy eljöttetek, meg hogy itt voltatok. Legközelebb 2-3 hónap múlva, Garg, mikor akarunk a közelebb 2-3 hónap múlva? Review után?
hogy előtte vagy utána még egy szó? Utána. Hogy is hogy szembírozni el? Mert a főcsükkér átok hallgatott. Na, tehát... valószínűleg húsvét körül lesz a következő. Biztos, időbe szólni fogunk nektek, MP csatornái, illetve a Színhút, kövessétek a Színhút, meg a Magyar Demoszín community-t mindenféle fajta Facebook és egyéb formában. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor ez az utolsó demozestére. Ezeket a hangokat, hogy ismerjük. De hogy így írsz, hogy ott rakva az elején, így kis van, hogy
Hát ez az old, old season, nem volt benne, hogy... Ja, nem volt benne, hallod?